A Mi Hazánk mozgalom a deáktéri szörnyű mészárlás és lincselés után követeli a halálbüntetés visszaállítását, mert a jelenlegi törvények értelmében komoly esély van arra, hogy ez a brutális vadállat, ez a gyilkos fiatal, ez akár 30 évesen újra szabad lehet és újra gyilkolhat. A halálbüntetés visszaállításával elvennénk a lehetőségét ennek a gyilkosnak attól, hogy újra gyilkoljon, és véglegesen kivonhatnánk a magyar társadalomból. A Mi Hazánk mozgalom szerint erre van szükség. Felszólítjuk a magyar kormányt, hogy tegyen meg mindent az Európai Unióban azért, hogy változtasson az Unió azon a magatartásán, amellyel még a tárgyalás lehetőségétől is megfosztja az európai polgárokat, hogyha a halálbüntetés visszaállításáról van szó. A Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja az is, hogy az Európai Unió nem változtat ezen a magatartásán, illetve a magyar kormány, a magyar országgyűlés a jelenlegi rendkívül liberális törvényeket hagyja életben, akkor még az is jobb, hogyha kilépünk az Európai Unióból, az is jobb, hogyha akár azokat a nemzetközi szerződéseket felbontjuk, amelyek jelenleg a bűnözők jogait védik a megtámadott ártatlanokkal szemben. Sajnos igen messze állunk attól, hogy a súlyosabban minősülő emberölések elkövetőit, a gyilkosokat akár halálbüntetésre lehessen ítélni. Sőt, a deáktéri mészárost életfogytiglanra sem ítélheti majd a magyar bíróság, ugyanis a jelenleg hatályos büntető törvénykönyv olyan botrányosan fogalmaz, mely szerint csak az ítélhető életfogytiglanra, aki az elkövetéskor legalább a 20. életévét betöltötte. Nagyon valószínű, hogy bő 13 év elteltével a deáktéri mészáros újra élvezheti a szabad élet minden örömét, és újabb beteg gondolatoktól vezérelve ismételten lemészárolhat gyanútlan magyar fiatalokat, időseket, vagy éppen akkor azokat, akik majd abban az időpontban az útjába tévednek. Tehát nem csak a fizikai megsemmisítése is kizárt az ilyen ember alatti lényeknek, hanem a társadalomból való végleges kizárása is, tehát arra sincs semmilyen elméleti esély, hogy a deáktéri mészáros élete végéig fegyházban maradjon. Hozzáteszem mindjárt, hogyha a Mi Hazánk mozgalom korábbi javaslatait meghallgatták volna, hogyha a kormánypártok minimális nyitottságot mutattak volna, akkor a BTK-nak ez a passzusa már rég úgy szólna, hogy lehetővé tenné a 18. életév betöltésétől az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását. Ez tehát egyértelműen a kétharmados kormánytöbbség komoly felelőssége. És a deáktéri eseményeknek természetesen szertágazó következményei lesznek. Én most egy kegyeleti megemlékezésre szeretném felhívni a sajtó figyelmét. A Mi Hazánk mozgalom kegyeleti megemlékezésre hív mindenkit. Ezen a héten csütörtökön, vagyis május 28-án 18 órától Budapesten a Dohány utca 76 szám alatt az Országos Roma Önkormányzat Székháza előtt kerül sor erre a kegyeleti megemlékezésre. Nagy szeretettel és tisztelettel várunk mindenkit. Nekem nagyon tetszik Apáti István felvetés és felvezetője, mert azt gondolom, hogy azoknak a cigány politikusoknak, akik most már hosszú évek óta vagy évtizedek óta homokba dugják a fejüket, nem szólalnak meg és nem beszélnek arról, hogy bizony van egy olyan szubkulturális jelenség ma Magyarországon, amely újra és újra ismétlő önmagát. De szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy 11 esztendővel ezelőtt rendkívül hasonló körülmények között ölték meg Marián Kozma kézilabdás sportolót. Tehát ez a fajta semmivel nem magyarázható brutalitás, amikor egyébként is heten támadnak három fiatalra, hogy egyáltalán mi magyarázhatja azt, hogy nem elég a túlerő, miért kell a kést belemártani sokszor az egyébként már földön fekvő, magatehetetlen áldozatokba. Igenis, akár tetszik, akár nem, lehet ezt a szőnyeg alá söpörni, de ez bizony ahhoz a szubkultúrához tartozik, amellyel kapcsolatban a cigány vagy roma vezetőknek igenis lenne felelőssége, illetve lenne teendője. Ezt egyébként hagyd tegyem hozzá, vannak olyan cigány politikusok, akik felismerik, de akik ezt nem merik elmondani. Nekem elmondják négy szem között, de nyilvánosan nem merik a véleményeket vállalni.